Petri Györgyöt a most frissen megjelent kötetben kényelmetlen embernek nevezem. Olyan kényelmetlen embernek, mint Kertész Imre, Csóri Sándor, Németh László, Szőcs Géza. És a kényelmetlen emberekben az a legkényelmetlenebbek, hogy a halálok után is velünk maradnak, jelen idejűek maradnak, és azt hiszem, hogy ez az, amit egy alkotó igazából szeretne elérni. Petri Györgyben a legkényelmetlenebb az, hogy szabad. És a szabadságával folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy nekünk is szabadnak kell lennünk. Úgy vélem, úgy gondolom, hogy a 20. század második felének magyar irodalmát nem lehet megérteni Petri György nélkül, és Petri Györgyöt nem lehet megérteni ezen interjú nélkül. Mindazoknak ajánlom ezt a könyvet, akik a magyar irodalom, a kortárs magyar irodalom a 20. századi gyökérzetét szeretnék megérteni, és szeretnék tudni, hogy 2023-ban miért olyan a magyar irodalom, amilyen.